Az elmúlt egy év az élet minden területén nyomot hagyott. A járványügyi helyzet a társadalom különböző rétegeit más és más súlyjal érintette. Többen állítják azt, hogy egyre többen szorulnak segítségre, a hátrányos helyzetűek pedig még rosszabb körülmények közé szorultak. Minden városban működnek azok a szociális szervezetek, mint például a Vörös Kereszt, ahová bármilyen esetben fordulhatnak azok a személyek és családok, akik nehéz körülmények közé kerültek. Ha csak az elmúlt néhány hónapot veszük figyelembe, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére nincsen ránk nagyobb szükség, mint eddig volt. Ha azonban az egész egyéves COVID helyzetet vesszük figyelembe, akkor teljesen egyértelmű, hogy az első néhány hónapban jó páran voltak, talán a bizonytalanságtól való félelem miatt, talán... Talán azért, mert tényleg nem tudták, hogy, hogy mi az, amit megtehetnek, mi az, amit nem tehetnek, ki az, aki vajon úgy tud nekik segíteni, hogy közben rájuk a lehető legkevesebb veszélyt, vagy fertőzéssel kapcsolatos veszélyt jelenti. A nagykanizsai roma nemzetiségi önkormányzat elnökének negatívabbak a tapasztalatai. Elmondása szerint hozzájuk egyre többen és egyre komolyabb problémával fordulnak az emberek mélyült a problémájuk azoknak, akik rászorultak az elmúlt időszakban, azért is, mert nagyon sokan elveszítették a munkájukat, lehet látni és tapasztalni, hogy a idegenforgalom visszaesés és az érinti a romákat is, mert nagyon sok helyen, nagyon sok helyen tudtak takarító munkát vállalni, vagy éppen egyéb más szolgáltatást ö, ö, végeztek, ezért tehát ők munkanélkül vannak jelen pillanatban. A vendéglátóiparban és a szolgáltatóiparban ö, nincsenek jelen ezek az emberek. Ezért mi azt látjuk, hogy romák és nem romák egyaránt keresik fel a kisebbségi kormányzatunkat segítségért, és elsősorban gyógyszertámogatást igényelnének, amire nincs lehetősége a Nagy-Közgyermek-Roma Nemzeti így a települési önkormányzathoz irányítjuk őket, hát ők tudnak segíteni. A nehéz helyzetben lévő több magánszemély, illetve vállalkozó is igyekszik segíteni. Az egyik kanizsai pecsenyéző a napi egytál étel felajánláson túl folyamatosan gyűjtést szervez a látókörébe jutott, támogatásra szoruló családok számára. Mi nem keressük azokat az embereket, akik, akik, rászorulnak. Mi nem próbáljuk őket felhajtani a világban. Egyszerűen a mi vendégeink jelzik, hogy az ő közvetlen környezetükben azt észlelik, hogy van olyan család vagy olyan személy, aki segítségre szorul hozzánk egyre több ilyen segítség jön, Hogy ez betudható el a covid vagy csak annak betudható, hogy az emberek már megismerték a munkánkat, és tudják, hogy mi segítünk a rászorulóknak, ezt most nem tudom pontosan megmondani. De az tény, hogy most már így a második hullám talán reméljük a vége, vége felé, ahogy járunk, egyre többen keresnek meg, hogy igen, a környezetükben van olyan személy, vagy van olyan család, aki segítségre szorul, és sajnos egyre több az, hogy családot érintenek ezek a problémák. A vállalkozás már több család számára indított gyűjtést, legtöbbször tartós élelmiszer csomagokkal segítettek, de a tüzelő beszerzése miatt is indult már akció. Jelenleg ismét egy nehéz helyzetben lévő családnak gyűjtenek, akiknek már ruha nemükre is szükségük van.